A kórházi ágyak átszervezéséről kérdezte az ellenzék a parlamentben Kásler Miklóst, a miniszter azt mondta, nem érkezett hozzá olyan jelzés, hogy amiatt halt volna meg valaki, mert az ágyak felszabadítása okán el kellett hagyni a kórházat. A pénzügyminiszter pedig azért bírálta az ellenzék, mert szerintük sokan nem kapnak segítséget ahhoz, hogy túléljék a koronavírus okozta gazdasági válságot. Azt mondják, hogy tanuljanak meg az emberek spórolni. Az állami számvevőszék elnökének korábbi szavait olvasta a kormánypárti képviselők fejére Jakab Péter a parlamentben. Hát mégis miből, hogyan? Kevesebb levegőt vegyenek, miből spóroljanak képviselőtársak? A 107 ezres minimálbérből, az 50 ezres közmunkából, a 28.500-as minimálnyugdíjból. Ebből kéne átalakítani valahogy a családi kasszát? Én elhiszem, hogy Domokos Lászlónak a havi 4 milliós fizetéséből megy a spórolás. Csak az átlag magyar melós ennek pont a 20-át viszi haza. 10% körüli a munkanélküliség Ózdon, és lenne lehetőségük ezt csökkenteni, de nem tudnak. A szavaik hangosak, de a tetteik némák. Némák. A DK képviselője arról beszélt, a kormány nem nyújt érdemi segítséget a bajba jutott munkaadóknak és az állásukat vesztett embereknek. Minden ágazat bizalmi indexe drasztikusan csökkent, leginkább az üzleti szolgáltatásoké. A lakossági pessimizmus a legnagyobb mértékben várható munkanélküliség kapcsán jelenik meg, és egyébként, hogyha a kormány propaganda kapcsán ez akár még változhat is, ettől még a valósággal önöknek szembe kell nézni. Kicsit játszunk el a gondolattal, hogyha mi történt volna, hogyha ez az egész járványhelyzet 2008-ban következik be, amikor önök voltak kormányon. Tudja, mennyi volt akkor a munkanélküliség? 8%. És tudja, mennyi volt most? 3,4%. Ég és föld az akkori és a mostani helyzet közötti különbség, és tegye össze a kezét, hogy Fidesz-KDNP kormány van. Az MSZP képviselője a kórházi ágyak felszabadításáról érdeklődött Kásler Miklósnál. Hány betegnek kell még meghalnia Magyarországon, mert nem kapja meg az ellátást? És miniszter úr, van-e arra adatuk, hogy amióta kitették a kórházból a betegeket, hányan haltak meg ennek következtében? Hogy hány beteg halt meg, azt nem tudom megmondani, hozzám egy jelzés sem érkezett. Azt viszont tudom mondani, hogy egyetlen egy beteg sem halt meg, hála Istennek, az Országos Rehabilitációs Intézetben, de az odaszállított Pesti úti idősek otthonából több mint 40. Kásler Miklós szerint, mivel a járványgörben rendkívül kedvezően alakul, 4-5 ütemben tervezik helyreállítani az egészségügyi ellátást.